Üdv a League of Legends hős bemutatójában, ahol ezúttal Gangplank, a sósvízi veszedelem a főszereplő. Bilgewaterben csak egy törvény van, az enyém. A kiszámíthatatlan és brutális Gangplank, Bilgewater koronázatlan királya, aki megfélemlítéssel, erőszakkal és ravassággal tartja uralma alatt a várost. Gangplank örömmel fogadja, ha nagy ritkán egy bolond fegyvert ragad ellene. Ilyenkor bizonyíthatja, hogy a kalózeskű csak afféle útmutató. A tenger kegyetlen, de én még kegyetlenebb vagyok. Passzív képessége a tűzkeresztség. Mérsékelt töltési idő mellett kardja lángra lobbantható, ilyenkor pedig a következő közelharci támadása további folyamatos tényleges sebzést okoz. Q képessége a lő, aztán kérdez. A kalóz elsüti a pisztolyát, és ezzel kritikus sebzést okozhat, csak úgy, mint egy alaptámadással. A lő, aztán kérdez alkalmazza a találati hatásokat is. Ha a lő, aztán kérdez végez a célponttal, Gangplank további aranyat zsákmányol, és visszanyeri a mana költség felét. Emellett a Q képességgel zsákmányolt minden egyes arany mellé kap egy ezüst kígyót is. A lő aztán kérdez kiváló farmolási eszköz a játék korai szakaszában a távolról zaklató hősök és a szemtelen dzsungelharcosok ellen, és némi plusz pénzt is hoz a házhoz. A skorbut ellenszere a W képessége. Gyógyítja őt és eltávolítja a bénító hatásokat. Minél több életerő hiányzik, a gyógyulás mértéke annál nagyobb. Akár a tömegirányítás, akár a folyamatos sebzés, vagy csak a C-vitamin hiánya miatt fáj a feje, Gangplank bekap egy narancsot, és nincs gond. Elképessége a lőporos hordó. Ehhez egy afféle mini játék is tartozik, amelyben a sósvízi veszedelem és az ellenfelei egyaránt részt vesznek. Egy 3 életerőponttal rendelkező hordót helyez el, de a pontok száma néhány másodperc alatt egyre csökken. Ha ő találja el utoljára egy alaptámadással, vagy a lő aztán kérdez képességgel, a hordó felrobban. A robbanás lelassítja a hatókörében tartózkodókat, és ha a lő aztán kérdez váltja ki, aranyat is zsákmányol. Lassan szerzi meg a hordó tölteteket, de többet is magánál tarthat. A lőporos hordók egymást is felrobbantják, ha a hatósugarak egybeesnek. Gyakorlatilag tehát minden további hordó növeli a robbanás területét. A hordók felrobbantásának jutalmaként Gangplank mozgási sebessége megnő. Ha viszont egy ellenség pusztítja el a hordót, az nem robban fel, és néhány arany üti az illető markát. Halaszthatatlan hordóügyeik miatt a lőporos hordók eltűnnek 60 másodperccel azután, hogy egyre csökkent az életerőpontjaik száma. A magasabb szintű lőporos hordók gyorsabban töltődnek, a játék későbbi szakaszában elhelyezhetsz magad mögött egy hordót, amellyel azután lelassíthatod és lerázhatod az üldözőidet. Végső képessége a zárótűz. Ennek elsütésekor Gangplank a térkép bármely pontjára ágyugójog tömegét zúdíthatja, amivel az összes ott tartózkodó ellenfelét megsebzi és lelassítja. Egy játék során összesen 3 fejlesztés vásárolhat a lő aztán kérdez segítségével szerzett ezüst kígyókból. A végzett leány egy hatalmas ágyugójó, amely jelentős, tényleges sebzést okoz a zárótűz kezdetekor. A következő a morálnövelés, amely megnöveli az ágyugójók között lavírozó szövetségesek mozgási sebességét. Végül pedig a mindenre, ami mozog, növeli a végső képesség tűz gyorsaságát, és így az okozott sebzést is. A végső képesség a térkép bármely pontját eléri. Bármelyik ösvényen vagy éppen lélekben ott lehetsz egy másikon is. A zárótűz megfordíthatja egy csata menetét. Ismétlés a tudás anyja, és ez különösen igaz a fosztogatásra és zsákmányszerzésre. Lássuk, hogyan is érdemes Gangplankkel játszani. A tűzkeresztség a lángoló kard termetes sebzésének köszönhetően garantálja, hogy Gangplank biztosan jól kerüljön ki az ütésváltásokból. Itt Maokai épp akkor kezdeményez harcot, amikor Gangplank passzív képessége működésbe lép. Az ellenfél megégetése után azonnal felrobbant egy lőporos hordót.
Gangplank a hordóival remekül tud zónázni, és különösen azok ellen hatékony, akiknek közel kell kerülniük az ütésváltáshoz. Itt Gangplank a minionok elé helyez egy hordót, hogy az irányítása alatt tartsa Maokai-t. Uralja az ösvényt, de nem éri be ennyivel, és a hordórobbanásokkal még hátrébb szorítja a megtermett entet. Meglepően sok sebzést tud okozni, ha jó ütemben száll be a harcokba. Ebben a jelenetben láthatjuk, ahogy Ekko harcolni akar, de Gangplank taktikusan az ellenkező irányba fut. Ekko kábítása nem talál be. Gangplank pedig a lő aztán kérdezzel felrobbant egy lőporos hordót. Ezt a zárótűzzel követi. Gangplank tengerész hátterének köszönhetően talán nem meglepő, hogy könnyedén söpri félre a minion hullámokat. Arra az esetre, ha ebben az elfoglaltságában valaki meg akarná zavarni, a bokorba előre bekészített lőporos hordó és egy második hordó kombinációjával könnyen elveheti a kötözködő ellenfél kedvét. Ha a komoly ellenállásba ütközik, akkor a hordó lassítása és a bónusz mozgási sebesség segítségével visszavonulhat. Ha ez sem lenne elég, akkor a skorbut ellenszere és a zárótűz elég gyógyítást és lassítást biztosít. Bár a hordók, halálos fegyverek nem bírják a strapát, a figyelmes ellenfelek könnyen hatástalaníthatják ezeket, fontos eszköztől fosztva meg így Gangplanket. Az utolsó jelenetben nézzük meg, hogyan rejt el Gangplank egy hordót a pengecsőr táborában. Amikor elkezdődik a harc, a sósvízi veszedelem elhelyez egy újabb hordót, majd rálő az elsőre, beindítva a láncreakciót. A robbanás közepén ráadásul letesz egy harmadik hordót is, megölve ezzel Orianát és Sonát. Nagyon hatékony megoldás. Állj ki velem, nyavajás! Köszönjük, hogy megnézted Gangplank hős bemutatóját. Iratkozz fel a Riot Games YouTube csatornájára, és oszd meg velünk a véleményedet közvetlenül a videó alatt. Súlyos irgalomhiányban szenvedek.